Díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülést rendeztek a Pécsi Tudományegyetemen a Magyar Tudomány ünnepén. A rendezvényen Bódis József rektor köszöntötte a jelenlévőket és a díszvendégeket, valamint hangsúlyozta, milyen fontos esemény ez az egyetemnek, jelképet állítva a jövő generációi számára. A PTE vezetője a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság akkreditációs oklevelét vehette át, melyet a bizottság a 2017-es esztendőig adományozott az egyetem számára, ezt követően honoris causa doktorok avatására került sor. Az egyetem szenátusa tiszteletbeli díszdoktorrá avatta Tuomo Ládelma professzort, a finnországi Jyväskylän Egyetem tanszékvezetőjét, a Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság elnökét, aki jelentős oktatói, kutatói és szakfordítói tevékenységet fejtett ki az elmúlt évtizedekben a magyar kultúra finnországi és nemzetközi megismertetésében és oktatásában is. Az egyetem díszdoktora lett Reinhold Bürt, a Bürt vállalatcsoport elnöke. Az állam és jogtudományi karon tanuló hallgatók oktatását a Reinhold és Carmen Bürt alapítvány közel 20 éve támogatja, valamint mára számos egyetemen mintegy 250 hallgatót részesített Bürt ösztöndíjban. Szintén tiszteletbeli díszdoktorrá választották Peter Hay professzort, akinek munkássága felöleli a nemzetközi magánjog, az uniós jog, az összehasonlító jog és az adásvétel témaköreit, nemzetközileg elismert tudós, rendszeres előadója európai és amerikai konferenciáknak. Honoris causa doktori címmel tüntették ki Kádár Béla professzort, az MTA rendes tagját, aki kiemelkedő tudományos közéleti tevékenysége mellett áldozatos munkával gazdagította a magyar és a nemzetközi közgazdaságtudomány eredményeit, és hozzájárult a régió és Pécs gazdasági és tudományos szellemi fejlődéséhez. Az avatást követően a PTE új díszdoktorai röviden összefoglalták székfoglaló beszédüket, majd kitüntetések átadására került sor. Lelkiismeretes munkájuk elismeréseként professzor emeritus címet vehetett át Kosztolányi György akadémikus, az általános orvostudományi kar egyetemi tanára, és Szabó László Gyula az általános orvostudományi kar egyetemi tanára. A PTE szenátusa egyetemi magántanári, címzetes egyetemi tanári, egyetemi docensi címet adományozotta az egyetem oktatóinak, valamint habilitált doktorrá fogadta a tudományterületükön kimagasló szakembereket.